a kisvárdaiak kezdik majd a második félidőt. 0-0 egyenlőre találkozó állása. No. Nem sikerült elsőre elkezdeni. Na tehát újra indul a második játék rész, visszafejelt labda. Lukasz, Vicián, bedobás lesz a vége. Úgy tűnik egyik csapat sem cserélt a fél időben. Urbint megelőzték. Szabadrugás. Lukasz egyenlőre fájlalja a lábát. Izin Martin. De a 16-os előterébe sikerült tovább csúsztatni Szélpálnak a labdát. Gyurján lendületesen elhozza a labdát. Gyurján még mindig. A túlerő nyer. Viszián kis hián megszerzi a labdát Mincértől. Aztán bedobás lesz a történet vége, méghozzá kisvárdai bedobás. Bagi. Eladott labda. Hét perce megy a mérkőzés, a harmadik percbe lépünk a második fél időben, 0-0-nál. Juhász. Hirtalan. Vicián. Bagi, Gyurján, és egy szabadrugás befelé, ez most kecsegtető helyzet lehet, Birtalan esettel. Bogi az egyik, aki a labda mögött van, és Birtalan a másik. ...23 méterre az alaponaltól a 49. percben, tehát a szabadrugás. Bogi végzi el, és elmegy a sorfal mellett, egy óriási védés. Ivancsics Alex hatalmas bravúrt mutatott be. Ez nagyon nagy lehetőség volt most így. Remek szabadrugás. Nézzük a szögletet. Még mindig a 49. percben vagyunk. Jól jön befele megint Ivancsics. Birtán elő kiemelik. Bacsa. Juhász, szép becsúszás. Tolja,
150. percben vagyunk, bedobás a Kisvárda javára. Az ígéretes szabadrugást követően marad a 0-0. Rajci Kelemen mellette. Rajci visszafordul labdával, aztán egy szabadrugás. Fehér szabálytalankodik. Ezúttal tehát a vendégek ívelhetnek be szabadrugást. A Békés Csabai 16-oson belülre az 51. percben. Óriási a helyezkedés középen. Szélpál az, aki kifejeli a labdát. Rajci marad lent a földön. Valószínűleg ápolásra szorul így első ránézésre. Meg is fog történni az ápolás az 52. percben 0-0-nál. Addig van időnk áttekinteni a tabella állását. A csabaiak a 8. helyen állnak. 24 mérkőzésből 11 győzelem, 4 döntetlen, 9 vereség, 31-27-es gólarány, 37 pont. A Kisvárda együttes az 5. helyen jobban áll tehát. Mostani ellenfelünk szintén 24 meccs, 12 győzelem, 5 döntetlen, 7 vereséggel, 34-20-as plusz 14-es gólarány, 41 pont. A Puskás Akadémia vezeti a tabellát, Soroksár a második, Balmazújváros pedig a harmadik egyenlőre. Kisvárdai bedobással folytatódhat az ápolás után a mérkőzés, az 53. percbe lépünk. Valamiért még mindig nem lehet. Ja igen, Rajci. Ott van az alapvonalnál. Elképzelhető, hogy nem tudja folytatni a játékot. A bedobás után egy kifejelt labda. Egészen hátra a kapusig. Ivancsics. Bicián. Gyurján. Megállítják. Fehér. Egyszerű eszközökkel. Cserél a vendégcsapat. Nem tudott visszajönni Rajci. Rajci Péter helyett tehát 9-essel Horváth Zoltán a pályán. Birtalan. Juhász a bal oldalt. Birtalan visszafogja a jobb lábára a labdát. Urbin eltűnik a 16-oson belül. Reklamál a játékvezetőnél, ezzel nem hatotta meg. Gyurján, Birtalan, Vicián, Birtalan, Juhász, Vicián, Szélpál, egyből tovább, Fehérnek ez nem jó labda. Papucsek ki is engedte. Papucsek rúgja előre a labdát. Jól megtámasztották hátulról Viciánt. A játékvezető nem avatkozott közbe, pedig ez igencsak szabálytalan volt.
55. perc a második félidőben. Egyetlen egy lehetőséget jegyezhetünk föl a 49. percben, Bagi szabadrugását. 23 méterről leadott lövését óriási bravúra a véte Ivancsics kapus. Egyelőre ez az egy igazi momentum. Már 10 perc eltelt a második játék részből is, 0-0. Fehér kezében a labdával, bedobásot fog végrehajtani. Nem volt jó. Kelemen, vissza középre. Lukasz mutatta be ezt a mutatványt. Pacsa megtartja a ügyel bajjal is, Lukasz. Juhász. Szalai. Hiába volt erőszakos. Horváth próbálja fedezni a labdát, sikerült neki. Egy bedobás mindenképpen kiharcolt. Ennél többet ebből a dologból nem is lehetett, azt gondolom. Baki. Hely Viktor. Ott a csúsztatás, és ez így szabadrugás kifele, szabálytalanság miatt. Ötvennyolcadik perc kezdődik. 0-0. Kelemen volt a szenvedő fél, kapott egy könyököst felugrás közben. Rabina nem tudja röviden odapasszolni a labdát a védőknek. Urbint lefejelik. Nagyon-nagyon keveset mondhatjuk Urbin nevét. Nem jut föl hozzá a labda. Juhász ezúttal jól számolta ki a lasztit. És aztán egy bedobás lesz a vége. Szabó Péter vetődött a labda útjába. Szalai csúsztat. Babucsek. Hosszú. Hodornak hosszú ez a labda. Nagyon sok a pontatlan átadás. Ezért nem igazán tudnak oda kerülni a kapu közelbe. Egyik csapat labdarúgói sem. 59. perc, 0-0, egyetlen egy momentum a második félidőben, egy szabadrugás, amit feljegyezhettünk. Ez most jó labda, hely. Ez viszont lecsúszik a lábáról, ez a beadás. Juhász. Vince. Vincével szemben szabálytalankodnak. Vincér volt az. Juhász. Rabina rúgja előre. Urbin. Lesről jött vissza. Csavaiaknál majd csere lesz közben. Szalai helyett 27-essel. Pilán Márkó. Mindez a 60. percben.
mintegy fél órája van Pillen Márkónak. Gyurján átjött a bal oldalra, Pillen lesz jobb oldalon a vonal mellett. Bedobás. Méghozzá kisvárdai bedobás következik. Cseréld meg Szabóra! Szélpál először elvétette fejjel, aztán utána kirúgja a labdát. Rieskó pedig nem bízott magában, inkább kiengedte. Így bedobással folytatódhat a mérkőzés. Bagi kerül a földre. Jogos szabad rugás. Vicián. Lábbal együtt szerezte vissza a labdát. Izink. Nem értette meg egymást a két kisvárdai játékos, Hely és Izink. Marad a 0-0, 62. perc. Urvin alá feküdt a védőnek. Izing bánta. Itt van a harmadik perc, még egy perc eltelt. Izink. Menj már a picsába, Izink! Oda megy! Horvát kézzel lábbal. Hát ez nem volt szabályos. Ahogy horvát labdát szerzett, egyértelmű nem volt szabályos. Egyszer baszoljon te, bakkot! Hagyjad már, gyerünk már! Kérdel, Pista, kérjétek el! Kelemen végezte el végül a szabadrugás, Szélpál. Fehér. Kelemen. Hely Viktor fajeli vissza a labdát. Lukasz. Kibillentik az egyensúlyából. Lukasz végzi el a szabadrugást. Céltől kapta vissza. Bacsa. Ezt most meg lehet szerezni, Urbin, előnyszabály. Bagi, áh! Pillen Márkó hiába futott, nem kapta a labdát, mert mögé jött a Laszti. Horváth leveszi a labdát. Lukasz, Szabó Péter. És megint Lukasz. Most jobbára a Csabaiak tér felén pattog a labda egyenlőre, kisvárdai helyzet nélkül. Gyurján elnézi a labdát, és ebből van helyzet a másik oldalon. Horváth 10 méterre a kaputól nem találja el igazán a Lasztit. Ennek köszönhető, hogy marad a 0-0. Határozatlan védekezés a 65. percben. Ahol tehát válasza tulajdonképpen a kisvárdaiaknak arra az egyedüli Békés Csabai lehetőségre a második fél időben ezzel a horvát helyzettel, de ez is egy ilyen esetleges lehetőség volt.
bicián. Remélhetőleg nem kell ápolni. Juhász kezében a labda, bedobással folytatódhat tehát a játék. A 66. perc, 0-0. Röviden elfejelt lob lesz, meg lehet szerezni. Bagi egyből tovább, Fehér. Birtalan engedi tovább, Pillán Márkó. Ebből bedobás lett, Kisvárdai bedobás. Lukás, te menj tovább! Csere. Szabály, vagy bedobás csere. Ezúttal Lilák dobhatnak. Picián nagy bedobásokra képes, ez is bejön elég jól. Urbinig azonban nem jut el, visszalőtt labda, és mellé megy! 11 méterről a 11-es pontról lőhetett Birtalan, és a 67. perc elején hajszállal elkerülte a baloldali kapufát a labda. Hát itt volt, meg lehetett volna szerezni a vezetést. Nagyon nagy helyzet volt. És Birtalan észre akarta megoldani, belsővel akarta a balsarok felé küldeni a labdát, nem sokat tévesztett ezúttal. Szélpál megoldja. Kellene fejeli vissza a labdát. Gyurián. Gyurián kerül a földre. Juhász leszerelik. És Juhász egy visszahúzás. Ez ha nem sárga, akkor semmi. Ez miért nem sárga? Sárga labot reklamálnak a vendégek. Van némi igazuk. Hamarabb, Pilen, hamarabb! Gól egyet! Gól! Nem! 0-0, tehát továbbra is 68. perc. Fehér, szép szerelés. Papucseket szerelte le. Vicián megint. Nincs két-három egymás után lévő jó passz sajnos. Így nehéz támadást építeni. Lukász kerül a földre, cserélni fog ismét a Csabai együttes. Spitzmüller István lép pályára. Urbin Péter helyett jön. Nagy küzdelmet vívott Urbin, de nagyon kevés labdát, jó labdát kapott. 69. perc, tehát 0-0-nál. Szabó Péter ívelése következhet. Nagyon olybán tűnik, hogy ez a mérkőzés egy gólos találkozó. Ha valaki itt gólt szerez, nehéz elképzelni, hogy a másik csapat betaláljon. Az eddig látottak alapján legalábbis. Farkas játékvezető ismét megtartja a szeánszot a szabadrugás elvégzése előtt. És most már a 70. percbe lépünk. Kifele jár a rugás. Kelemennel szemben voltak megint szabálytalanok. A kisvárdai játékosok.
Robin a labda mögött. Fehér. Egészségeset rúgott a labdába. Szél Pál. Fordítása jobb oldalra. Hely Viktor. Egy előre vágott labda, elég vaktában tűnt. Spitzmüllertől ellopják. Hely Viktor indul el középen. Hely ballal próbál lőni. Maradjunk abba, hogy próbál. De beleért valaki. Azért, mert ennyire mellé. Vendégek is cserélnek, Gosztonyi András. Szabó Péter kocorászik lefelé, ő helyére jön majd Gosztonyi. Ezzel a cserével is eltelik legalább 40 másodperc, mire ez végrehajtják a kisvárdaiak. Szögletet fognak majd rúgni egyébként. És a csereként bár Gosztonyi átfut a szöglet zászlóhoz, ő fogja berúgni majd a szögletet. Gosztonyi tehát a szöglezrugásnál a 72. percben. Rabina jól figyel a rövid saroknál. Gosztonyi visszaemeli a labdát. Pilán. Egy ólózó mozdulat. Juhász. Sikerül a felszabadítás. Gyurján. Föl a levegőben. Mincér. Bagi. Schwitzmüller. Gyurján, szabadrugás és sárgalap. Késett, alaposan elkésett. Rieskó, a 73. perc eseménye. A mérkőzés első sárgalapja. A legtöbb lendület egyértelmű egyébként a csapaiaknál Gyurján Bencében van. Az ő megindulásaiban bízhatunk. Kelemen. Vicián. Bagi nem tudja levenni a labdát. Váratlanul érte. Juhász elől kifejelik. Spitzmüller felemeli a labdát Vicián felé. Gyurján földre kerül, nem volt szabálytalanság. Lukasz mellett Spitzmüller. Gosztonyi lábán irányt változtat a labda. Szél Pál odaér. Kicsi kéz, nem kéz a játékvezető szerint. Aztán hát egy véleményes szerelés. Pilán úgy tűnt, hogy a labdát hozza el. De a játékvezető közelben állt, és szabálytalannak ítélte meg a szerelést. Vicián húzódott egyébként előrébb, így, hogy Urbint lecserélték. Nem jó, nem megy el vissza! Lukasz. Fehér. Rieskó. Horvát. Egyből tovább. Hely. Gyurjánt lefejelik. Izink. Jön a beadás. Alaposan rájátszott az esetre Horvát. Elesett ott. Fehér mellett nem volt szabálytalanság, és ezt a játékvezető is jól látta.
Birtalan kerül a földre, így sincs szabálytalanság. Viszont van egy csabai bedobás. Bagi, Fehér, Bagi, Kelemen, Juhász. Ezzel nem lehet mit kezdeni. 76. perc, 0-0. 3 lehetőség eddig a második félidőben. A 49. perc eseménye volt egy szabadrugás. Nagyon keményen érkezik Kelemen, és sikerül is labdát szerezni. Gyurján. Gyurján lendületből Ising mellett. Gyurján még az alapvonalnál, és szögletet tud kiharcolni. Az 5. Békés Csabai szöglet a mérkőzésen. Szóval a 49. percben volt egy szabadrugás, amit Bagi végezhetett el 23 méterről. Azt nagyon nagy bravúra védte Ivancsics a 65. percben. Volt egy bizonytalan védekezés Békés Csabai oldalon, Horváth került helyzetbe 10 méterre, fölé vágta a labdát. A 67. perc eleje volt, egy lehetőség még, de nézzük a szöglet után, Bagi. Bagi visszarúgja a labdát, és éppen hogy el tudja szedni. A kapujából remekülő kimozduló Ivancsics. Kelemen Dávid fejéről labdát. Szóval a 67. perc elején volt még Birtalannak egy nagyon veszélyes nagy lehetősége. 11 méterről alig-alig lőtt a baloldali kapufa mellé. De hát ennyi az összes. Nagyon kevés. 13 perc van még hátra rendes játékidőből. Ivancsics rúgja előre a labdát. Juhász most megelőzik. Gosztonyinak jön a labda, Gosztonyi. Horvátnak nem volt pontos a labda. A 78. perc 0-0-nál Csabai kirúgás. Egymásra vár a két kisvárdai játékos. Ebből egy bedobás lesz a vége. Nem megy ki. Gosztonyi szépen leveszi. Horvátot megelőzik. Bagi csúsztott bele a labdába. Horváth szabálytalankodik, és aztán kirúgja tulajdonképpen a pályán kívülre Bagit. Hát ha ez nem lesz sárga lap, akkor semmi. Törlesztésért. Teljesen jogos sárga lap. Horváth Zoltán kapta. A 79. perc eseménye volt mindez. Kelemen Dávid is besárgult, azt elfelejtettem mondani. És egy csere. Még. Gyurján Bence elfáradt, a teljesítményével azt gondolom nem okozott csalódást. Gránic Patrik érkezett.
Boyer Gábor kihasználta mindhárom csere lehetőségét. Horváth csúsztat, Juhász. Gránic elől elrúgják a labdát. Szélpál. Tíz perc van hátra a mérkőzésből, kedves nézők, 0-0. Viktor, gyere vissza, Viktor! Riasko. Horváth felé. Horváth a földre kerül, meg Kelemen is a földre kerül, és kifelé. Ítél a játékvezető. Spitzmüller. Bagi néző, hogy kinek lehetne adni. Gránic. Bedobás. Szabadrugás, bocsánat. Szabadrugással jöhet majd a Csabai együttes a 81. percben. Gránic került földre. Nézzük Birtalan szabadrugását, most már a 82. percben lépünk, 0-0-nál, nagy a helyezkedés középen, jól jön befelé a labda, viszont egy picit magas volt Fehérnek. Spitzmüller, Spitzmüller elvállalja, belelépnek a lövésbe, lehet-e még ott lőni, nem nagyon, főleg így. Egy szabálytalanság. Kisvárdai szabadrugás következhet. Kelemen Dávid volt a szabálytalan. Ivancsics. Amikor kelet a helyén volt. Bacsa a 16-oson belül. Bacsa visszaforgatja a rövid sarok irányába. Szöglet. Öt négy a szöglet arány tekintve. Nem sok különbség. Csabaiak rúgtak. Ötöt. A kipattan után sikerül elrúgni Szélpálnak. Ez lesz így, ez lesz. Horváth pedig nem kímélte szegény csabai kapust, Rabinát, aki kiszerette volna fejelni a labdát. Horváthnak már sárga lapja van. Második sárga lap Horváth. Kiállítás, aztán Szélpál is kap egy sárga lapot reklamálás miatt. Egyszerűen nem értem, hogy Horváth ennél a szituációnál mit akart, és miért kellett úgy oda mennie a kapushoz, mikor már réges-rég jelezték, a partjelző jelezte a lest. Horváth csereként állt be a mérkőzésen. De nem sikerült neki végigjátszani a találkozót. Na, ember előnyös helyzet. Túl sok idő nincs hátra már. 6 perc van hátra a rendes játékidőből. Emiatt az eset miatt 1-2 perces hosszabbítás mindenképpen lesz. Meg kell várni, míg Horváth elhagyja a játékteret. Egy nagyon jó belőtt labda, a Vicián elől azonban sikerül kifejelni, Kelemen vissza. Lukasz. Bravo, Boti!
Na nézzük Gránic Patrikot a vonalnál. Gránic, nem sikerül a csel. Hát talán egy beadás jobban jött volna. Marad a 0-0. 5 perc van hátra, rendes játékidőből. Schmitz Füller megélénkül egy picit. Itt a végén a mérkőzés. Eladott labda sajnos. Schmitz Füller mellett elhozzák. Fodor. Gosztonyi. Egészen vissza hátra. Vieskó. Papucsek. Nem történt szabálytalanság, Fodor hiába szerette volna eljátszani. Gránic. Lukasz húzza vissza. Egy picit, de az elég volt. Fehér. Jön a beadás a rövid oldalra, de nagyon röviden sikerült. Pilán nem tudja átvenni a 16-oson belül. 4 perc van hátra. Itt is egy sárga a másik oldalon. Birtalan kapja. Három és fél perc van hátra a rendes játékidőből. Ember hátrányba kerül az utolsó 6-7 percre a vendégcsapat. Egyenlőre azonban a kisvárdaiak jól húzzák az időt. Élen Ivancsicsal. Aki kihozza a 16-oson kívülre a labdát, és ő is megkapja az időhúzás miatt a sárga lapot. Egyetlen egy baj van ezzel a mérkőzéssel, hogy kevés focira emlékeztető momentumot láthattunk. Nagyon kevés volt a helyzet, és most is elteli 2 perc tulajdonképpen ezekkel a sárga lapokkal. Ivancsics nagy nehezen kirúgja, előre rúgja a labdát. Gosztonyi csúsztatott tovább. Vicián küzd a labdáért. Lesről jött vissza. Bacsa. Juhász. Gránic. Pontatlan passz. Bacsa. Illetve nem Bacsa volt, bocsánat. Utaságot beszélek, Hely Viktor. A lényeg, hogy a liláknál a labda. Fehér. Nem jó a passz Vicián felé. Ismét egy csere, ezúttal a vendégeknél. A 16-os játékos fog beállni, igazából sok segítség nincs nekem, mert 16-os játékos nincs a versenyjegyzőkönyvbe, a mérkőzés jegyzőkönyvbe beírva. Bacsa. Minden esetre lejön. Vissza 89. perc. Jön a bedobás, Vicián bedobása. Bagit találja a labda, méghozzá a kezénél. Ezért jár kifele a szabadrugás, a 89. perc, sőt már a 90. percben vagyunk. Hát ezekre menjetek oda! Hát azért mentek föl! Kocsi! Kocsi! Talabér Attila érkezett egyébként a kisvárdaiak nála csereként a pályára. De 16-os számmal, de nekünk 2-es volt ide megadva. Gosztonyi, szép szerelés, Bagi, tökéletes, labda volt, aztán utána
ez már elviszi a labdát. Talabér beáll és elviszi a labdát. Kap is egy sárga lapot. Nem nagyon tetszik a vendégmesternek ez a dolog. Neki sem, nekünk sem. 4 perc hosszabbítást mutatnak föl. Tehát most elkezdődik a 4 perc. Szélpál. Vicián. Fölfejjel a levegőbe. Gránic. Nincs szabálytalanság. Juhász. Egyből középre, ott nem nagyon van Csabai. Esetleg ott a hossz oldalon Fehér, aki visszateszi a labdát. Fehér harcol. Ha! Ez most farkas játék, ezért úgy érzem, megette. Fodor eldobta magát. Jár kifele a szabadrugás. Maradjunk annyiban. Van még 3,5 perc a Békés Csabának arra, hogy esetleg kihasználja az ember előnyt. Juhász. Vicián. Nem is látta, hogy ott van mögötte szerintem. Sárga lapot kap. Ezzel is el fog menni most jó néhány másodperc. A 73. percben volt a mérkőzés első sárga lapja, azóta bizony elszaporodtak ezek a kártyák, sőt volt egy piros is, a csereken beállt Horváth Zoltán 2 sárga lapot kapott, második után jött a piros. Rieskó felépült. Keményen visszafejelt labda Vicián. Fehér eléri még a vonal előtt, bírtalan. Középre, rövid. Kivágott labda, ott nincs már fehér mezes. Gyakorlatilag a kisvárdiak. Végszám hátrányban vannak, így aztán elől már nincs ember. Lukasz. Pillant támadja. Fodor. Megvan még a kisvárdaiaknak a labda. Spitz, mivel nem tud labdát szerezni egyelőre, Lukasz jól tartja a labdát. Gosztonyi. Juhász. Ez hosszú. Sajnos ez hosszú labda. Vicián felé próbálta meg felívelni Juhász. Hivács, ez a könnyű zsákmány. Hátulról egy lökés, Gosztonyi lökött. Bagi hagyja Juhásznak. És Juhász fel fogja ívelni ezt a szabadrugást, úgy tűnik. A nagy órán nem mérik, hogy mennyi idő van hátra a 4 perces hosszabbításból, de nem sok lehet már. Juhász ível föl, a 16-oson belül egy labdát kifejelik. Spitzmüller. Megint egy visszaívelt labda, nincs más lehetőség. A kisvárdaiak persze könnyen levédekezik ezeket a lasztikat. És ebben a pillanatban vége, kedves nézők. Ennek a mérkőzésnek Békés Csaba 1912 előre Kisvárda 0-0, nem volt gól, tehát ezen a találkozón mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre, egyiknek sem sikerült ezúttal, gól nélkül eldöntetlen, tehát köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.